Lába alá vetett már minket.
Szeretnék imádkozni. Uram, én dicsőítelek téged ezért a napért. Uram, én hálás vagyok a te nap mint nap megújuló kegyelmedért. Uram, én most hívlak téged, hogy gyere és a te szent lelkeddel töltsd be a mi szíveinket a te dicsőítésedre. Uram, én hiszem, és mi hisszük azt, hogy ki Istenének átad mindent, és bizalmát csak beléveti, az mindörökké véle él. Amen.
Olyan jó, hogy vannak ezek az énekeink, amik vezetnek minket, amik a gondolatot adnak a fejünkbe arról, hogy így mit is, mi is legyen a szívünkbe, mi is van a szívünkbe. És olyan jó az, hogyha ezt közösen egy szívvel és egy szájjal tudjuk énekelni Istenhez fordulva, és megtöltve az ő szent lelkével a mi húsvér templomunkat. Egy következő énekünk a húsvér templom. Sok harcunk van az életben, és sok megpróbáltatás ér minket, de olyan jó tudni arról a bizonyosságról, hogy erős vár a mi Istenünk ezekben a harcokban. Úgyhogy gyertek, énekeljük együtt. Erős van a mi Istenünk.
következő énekünk címe az, hogy amikor a király visszatér. Felolvassak. 46. Zsoltár. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindulna is a föld, ha a hegyek omlalának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. Van egy folyam, melynek árja Isten városát örvendezteti, a felséges szent hajlékait. Isten van benne, nem rendül meg, megsegíti Isten víradatkor. Nemzetek zajonganak, országok meginognak, ha az Úr kiengedi hangját, megolvad a föld. A seregek ura velünk van, Jákob istene a várunk. Szela. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztává teheti a földet. Háborúkat némít el a földkerekségen, íjat tör és kopját ront, harci szekereket éget el. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld is. A seregek ura velünk van, Jákob istene a várunk. Isten műveit, ki íjat, láncsát meghajlít, háborút elcsitít.
Reménységünk, erős Istenünk. Egyedül a hit által nyílik fel vak szemünk.
Én nem tudom, hogy ki milyen élettörténettel van itt, vagy hogy ki mit hordoz a szívébe, milyen megkötözöttségei vannak, vagy sebei, úgymond láncai, de azt tudom, hogy ezt Isten elé tudjuk vinni. És most itt van ez az alkalom, itt vagyunk közösen, dicsőítünk, úgyhogy én bátorítok mindenkit, hogy énekeljük együtt azt, hogy Isten törje össze a láncokat, és vesse el a gátakat, amik hozzá vezetnek. Szóval énekeljük így, törj össze lánc.
Következő énekünk a Táncol a menny, úgyhogy én meg is kérnék mindenkit, hogy gyertek és álljatok föl, és ne csak a menny táncoljon, hanem még itt a föld is. Azzal, hogy megemlékezünk arról, hogy miért is van okunk ünnepelni. Úgyhogy a Gyönyörű nap című ének fog következni. Thank you.
következő énekben bátorítok mindenkit, hogy zengjünk együtt Hozsánnát az élő Jézusnak, akinek majd hódol a mindenség. Utolsó énekünkbe pedig tekintsünk vissza Jézusnak a csodatetteire, amit majd az ének is ír, és
amit mi is fogunk énekelni, és ami szívünkben van, és emlékezzünk meg az ő csodáiról, amit velünk is tett. Nincs más Isten című ének fog következni. Thank you.
köszönjük, hogy velünk tartottatok a dicsőítésbe, és kívánunk további áldott táborozást nektek!